Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai Sport ki mit tud alkalmából. Én először is nagyon köszönöm a rendezőknek és a szervezőknek, hogy ilyen időjárási körülményeket biztosítottak, bizonyára jobban vagytok az égiekkel. És külön köszöntöm a legkisebbeket, az óvodásokat, egy tapsot, hogyha adnánk nekik, hogy részt vesznek egy ilyen rendezvényen, és Lenti Város Oktatási Intézményeinek tanulóit. Én mindenkinek nagyon jó szórakozást, nagyon jó versenyzést kívánok, és olyan 12 óra magasságában én úgy gondolom, hogy el is dőlnek a helyzések. Én mindenkinek jó versenyzést kívánok. Köszönöm szépen! Hogyan jött létre a mai program? A mai programunk is ugyanúgy az Emberi Erőforrások Minisztériumának a pályázata, az EFOP-os pályázatunk rendezvénysorozatában jött létre. Szintén egy ki mit tud, mint amilyen már ősszel volt, csak ez egy sportrendezvény. Tehát nem úgy, mint ahogy eddig szoktuk, hogy kulturális rendezvényként tartjuk meg, hanem az idő is kedvez, és szeretnénk egy jó hangulatú sportrendezvényt. Milyen feladatok várják a résztvevőket? A résztvevőket csak olyan feladatok várják, amiket nagyon könnyen el tudnak végezni. Lehet vizes játékokat játszani, labdajátékok lesznek, kosárba dobás. Tényleg azt mondom, hogy egyszerű kis vidám feladatok. Kik vannak itt a rendezvényen? Városnak az iskolái, óvodái képviseltetik magukat, a Nappali Intézetnek a tagjai, várjuk Vaskutról a Kolping Intézetnek szintén a nappali ellátásban résztvevő személyeit, ezen kívül a lakóotthonnak a diákja is képviseltetik magukat. Milyennek találod a mai programot? Nagyon jó, nagyon színvonalasnak gondolom, nagyon jó lesz. Remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Miért tartod fontosnak, hogy részt vegyél rajta? Kikapcsolódás, barátokkal együtt lenni. És ezt nagyon jó dolognak tartom. Hogyan foglalható össze a rendezvény célja? Szeretnénk egy kicsit megmozgatni őket, szeretnénk jó hangulatot teremteni, és szeretnénk, hogyha ez többször is, lehetőleg nagyobb létszámmal megrendezésre kerülne ez a rendezvény.